Gyerekkoromban nagyon szerettem amiatt olvasni, amiatt, mert úgy éreztem, hogy egy olyan kis intim szférába tudok elvonulni, egy olyan fajta nyugalom dimenziót tudok megfogni, olyan fajta saját magamba való figyelést, amit más nem tud megadni. Nem szoktam szelektálni az olvasmányaim között úgy, hogy legyen kényelmes, esetleg csak jóról szóljon, szóval szeretek nagy skálákat bejárni. Ha valami nagyon szomorút olvasok, abban a pillanatban mindig azt mondom, hogy többet soha nem fogok ilyen nagyon szomorút olvasni, és hát mindig ugyanott kötök ki, hogy szükség van a dolgoknak a fonákjára is, ahhoz, hogy meglegyen a szín. Olvasni jó, mert egy nyugodt dinamizmus tapasztalhat meg az ember, sőt, rendezhet fejben egy kis filmet is gyorsan. Sötétség, feketekő, földszag, szürkeség, szomorúság, félelem, eső, sár, hát egy ilyen sötét tavasz. A Pál utcai fiúkat azt konkrétan azért kellett elolvassam, mert nagyon iszonyatosan nagy divat volt a környékünkön, mindenki Pál utcai fiúkozni akart, és a grund és minden, és így hát meg akartam érteni. Valószínű, hogy mint kötelező házi olvasmányt nem olvastam volna el, mert egy lázadó ember voltam. Viszont a játék miatt elolvastam. Felnőtt fejjel azt gondolom, hogy az egész grund az a társadalom kicsiny leképzése is. Felnőtt fejjel sajnálom azt, hogy a gyerekek akkoriban például, vagy akár most is, hogy egy kortünetet kell megéljenek. Nem csak mint áldozat, mint egyszerűen katarzis kirobbantó személy ebben a regényben. Engem megfogott a jóságával, a naívságával, nem is a naívságával, egyszerűen az ártatlanságával. Mindenki felé jót szeretne szórni, de a többi ember nem figyel rá, és a többi ember kételkedik bennem. Kisembert testesíti meg. És hogyha mindenki visszavonul saját magában, akkor mindenki kisember. Ami miatt aktuális lehet, az pont az hogy valamilyen megfoghatatlan szálon megértsék a gyerekek, vagy megértsék az emberek azt, hogy sokkal jobban kell figyelnünk egymásra, mint amennyire gondoljuk, hogy figyelünk egymásra. De semmiképpen nem szabad áldozattá válnia senkinek. Saját lakmuszpapírunknak kell megfeleljünk, nem a társadalomnak.